Na, szavaztok, srácok, szavaztok, itt Facepapi, Facepapi. Köszöntelek titeket újra itt a csatornán. Most újra egy ilyen kicsit rendhagyó videó jön, ugyanis ilyen dolgokkal még nem foglalkoztunk. Nem tudom, melyikőtök hisz a szellemekben, melyikőtök hisz a természet feletti erőkben. Én nagyon-nagyon sokáig nem igazán hittem, és Parkinson küldött nekem egy videót, amit ő rögzített, hogy náluk otthon mik történnek. Természetesen nem néztem úgy meg a videót, úgyhogy megint veletek fogom megnézni, csak belekukkantottam, és hát mondom, basszus, hát ezt valahogy közölnem kell felétek, és Fira bácsink felé, ugyanis ő ebben igazán otthon van. Úgyhogy Fira, kérlek, segíts a Parkinsonunknak, hogy mégis mi történhetett, vagy mi van itt nála. Na mindegy, nem is marad más hátra, felveszem a fülest, megnézzük, hogy mi történt a Parkinsonnál. Na nézzük együtt! Figyelem, a következő videó teljes mértékben a valóságot tükrözi, a látott képi hanghatások nyugalommal megzavarására alkalmasak. Aha. Szevasz, Parki! Sziasztok! Olyan dolgok történtek most, az utóbbi két éjszak alatt itt a házban, amit igazából magam sem gondoltam volna, hogy a valóságban előfordulhat, és igazából ezt szeretném most nektek megmutatni, mi volt ez, hogy volt. Nagyon nem szeretnék most részleteket mondani, beszéljenek magukért a videóanyagok. Nem láttam. Az első furcsa dolog, amit észrevettem, Parkit még amikor éppen nektek készítettem egy Photoshopos tutorial videót, akkor furcsa dolgot tapasztaltam. Nézzétek a kép bal oldalát. A lényeg annyi lenne, hogy szeretném megmutatni Photoshopban, illetve hát ugye Photoshopon... Ezt akkor vettem észre, amikor visszanéztem a felvételket. Hogyan lehet megoldani azt a dolgot, hogyha... Az mi volt? Ekkor döntöttem úgy, hogy bekamerázom a lakást. Láttad? Még sose láttam ilyetnek Parkit. Lefeküdtem aludni, hát ha ilyenkor történik valami, és történt is. Most a felvételeket egy kicsit felgyorsítva látjátok. És most történt az, amire nem számítottunk. Nézzétek a jobb oldali széket. Igen. Ja. Na ne. Nézzük meg még egyszer kinagyítva. Láttad a széket? Láttad? Na ne. Gondoltam, beállítom a kamerát úgy is, hogy az ajtó felé nézzen, ekkor is érdekes dolgokat tapasztaltam. Oszta! Komoly. Na itt szartam be igazán. Lentről a konyhából is érdekességeket tapasztaltam. Itt már eléggé durva dolgok történtek. Nézzétek az eseményeket. Csak a lényeget vágtam bele. Egyszerűen megmozdult a szék magától. Nem bírom tovább, Parki. Ezt nem lehet tovább bírni. Ezután nem sokkal az asztalon lévő kiflik is furcsa dolgot műveltek. Nem, ezt nem bírom. Az alsó szinten még történt pár furcsa dolog. Azt tanult. Láttad azt a mozgást? Jézus, atya úristen! Na hát most már nagyon hülye vagy, hogy mi az a dolog, amitől én két napja már nem tudok aludni. Igazából több kommentárt nem fűznék az eseményekhez. Láttátok ti is, hogy mi történnek. Hogyha van valakinek valami normális módszer, hogy hogyan lehet ettől megszabadulni, vagy egyáltalán, hogy megszűnjenek ezek az események, akkor azt én szívesen fogadnám. Úgyhogy nem tudom, mit csináljak. És az a baj, hogy kezd egyre rosszabb lenni az egész. Nem tudom, hol a vége. Hm.
Na srácok, hát ennyi lett volna, az lett volna a cél, hogy ne röhögjem el, és hogy ezt úgy átadjam nektek valamilyen úton, módon, de egyszer nem bírtam ki, hát annyira hülye, hát olyan hülyeség. Az a mozgás, mint valami rózsaszín párdusz lepedőbe, vagy én nem tudom. Mindegy. Fira bácsi, szeretnénk megkérni, hogy segíts nekünk, hogy ez hogy és miként történhetett Parkinsonnál. Na srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Az eredeti videónak a linkjét, Parki barátomnak a videóját pedig lenn megtaláljátok a leírásban. Szevasztok, ciao. Soha stop.